Itt a Bólyai iskolában 600 gyerek gyűlt össze a tornateremben. A technika ördöge közbeszólt, így világhálós kapcsolat nélkül szavaltak a himnuszból. Isten, áld meg a magyart! A Reményik iskolában létrejött az online kapcsolat, így a Budajenői általános iskolából jelentkező Jordán Tamást követték a diákok a közös szavalatban. Fantasztikus volt, hogy szét vagyunk szorodva ebbe a világba, de ettől a verstől egy picit közelebb kerültünk egymáshoz. Hát az együttlét, és ez, hogy így együtt mondjuk a himnuszt, főleg az, ez biztosan nagyon jó. A közös szavalás gondolata szombathelyi. Fűzfa Balázs irodalomtörténész az egyik kitalálója a sokakat egyszerre megmozgató verselésnek. Azért bizonyos értelemben az internet segítségével mégiscsak világméretű versmondás. Az internet óriási lehetőségeket ad az ember számára, hiszen mindenféle határokat lebont, és a költészet abszolút visszatalál ősi formáihoz, hiszen ez egy közösségi hangzó műfaj. A világra szóló verselést, amelyből a tervek szerint hagyomány lehet, Jordán Tamás vezényelte. A költészetnapi is hasonlóképpen lesz megünnepelve, aztán ki tudja, hogy még milyen olyan helyzetek vannak, amikben ez méltó dolog, hogy egy nagy ünnep, és akkor az ünneplés része az, hogy mindenki egy időben egyszerre mond egy adott verset, ami ahhoz az alkalomhoz illik. A Magyar Kultúra napján közel 100 000 diák szavalt együtt, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be Szatmárcsekén a himnuszt.